Helyi munkaerőt alkalmazhatnak az önkormányzatok a napszámos törvény alapján. A vonatkozó jogszabályt elsőházként fogadta el ma a szenátus. A törvénytervezetet András Zoltán kászoni polgármester kezdeményezésére iktatta a parlamentben az RMDSZ. A szenátus ma rábólintott a jogszabálytervezetre. Ennek értelmében az önkormányzatok helyi munkaerőt alkalmazhatnak mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, illetve ingatlan adminisztrálási tevékenységekre. Az önkormányzatok mentesülhetnek egy nagyon hosszú bürokratikus közbeszerzési eljárástól is, ami azt jelenti, hogy nem kell szolgáltatásokat vásároljanak a piacról, szakcégektől esetleg külföldről vagy más megyékből megérkező cégek ajánlataival nem kell bürokratikus eljárásokat folytassanak, hanem a helyi munkaerőt, a helyi erőforrásokat tudják felhasználni. A jogszabály kapcsán a döntőfórum a képviselőház és az államelnöki kihirdetést követően léphet életbe. Táncos Barna szerint a politikai alakulatok jelezték, az alsóházban is támogatni fogják a törvényt.